Isten igéje, élő és ható. Hallgassd minden nap, valld meg, éld át, elmélkedj róla. Itt az idő, hogy átalakuljon az életed. Halleluja! Nagyon szépen köszönöm az úrágyom egy titeket. Drága mennyi atyám, szeretünk téged. Köszöntünk téged ezen a helyen. És köszönjük, Uram, hogy amit Te teszel, Uram, az örökké való. Köszönjük a Te áldozatodat, hogy Te voltál a páskabárány, és nem kell évről évre megismételnünk ezt, Uram, hanem Te örökre tökéletessé tettél minket, Uram. Köszönjük a Te szent szellemedet, akit elküldtél. Elküldtél, Uram, egyszer, de elküldtél ennek a korszaknak a végé. Szeretünk Téged. Imádunk és magasztalunk Téged, Uram. Köszönjük, hogy nincsen annál nagyobb szeretet, mint hogyha valaki önmagát adja a másikért. És köszönjük, hogy Te önmagadat adtad értünk. A Jézus nevében. Ezért mi is odaszálljuk magunkat Neked. Ámen. Szeretném megköszönni a lehetőséget Tamás Pásztornak, az én szellemi apukámnak, hogy itt szolgálhatok. És uh, Istenek a kegyelméből uh, szeretnék én rácsatlakozni arra a fonalra, amit István Pásztor elkezdett. Még nem tudom, bírjátok-e így egy óra, négy perc kor, kinek, kinek, már ebédidő túl van egyébként, vasárnap délután egykor, még ebédidő előtt, ki ebédidő közben. De az a lényeg, Hogyha, tessék? Jó, hogy három órakor van Pészak, igen, akkor vágják el a bárányt, abból estére lesz valami. Jó, akkor semmi gond, akkor még vegyétek a kijelentést. Jó, köszönjük szépen, Dániel Pásztor, így van. Jó, um, beállítottam magamnak az időzítőt. Reméljük. Jó, igen. Itt vagytok. Jó. Jó, jó. Um, akkor én szeretnék egybe egy kicsit még belemenni. Uh, azt mondja a, a az a lényeg a mostani üzenetemnek a címe: Engesztelés, Megváltás és Megigazulás. Nézzétek el, ha egy-két dolog ismétlődik, de remélem, hogy tényleg csak egy vagy kettő mondat fog. De azt hiszem, hogy talán annyi se. Engesztelés, Megváltás és Megigazulás. A Róma 4:25 azt mondja, a Róma 4:25, Jézusról van szó, ki, ami bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mondjátok, a bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a megigazulásunkért. Tehát kettő dolgot történt Jézussal, ugye? Meghalt és feltámadt, hogy velünk is kettő dolog történjen, valami legyen a bűneinkkel, hát ugye töröljék el, és hogy legyünk megigazultak. És tehát meghalt és feltámadt. Szoktam azt mondani, hogy nagyon jelentősek a leírásai Jézus életének és szolgálatának, mert abból tudunk tanulni, hogy hogyan szolgáljunk, és hogy milyen volt a jelleme Jézusnak. De ettől fontosabb, hogy ő meghalt, mert megváltott és engeszerű áldozatot szerzett értünk, és még fontosabb, hogy feltámadt, mert így megigazultunk. És akkor menjünk bele a halálnál, azt mondtuk, hogy meghalt, ennek azt mondja, hogy a bűneinkért halára adatott, tehát hogy a bűneink le legyenek rendezve, hogy a számla ki legyen fizetve. Tudjátok, amikor azt mondta Jézus, hogy elvégeztetett, az egy görög szó, aminek a jelentése nem csak, nem csak szorosan véve az, hogy el lett végezve a páskabárány megölése, hanem mit jelent még? tágabb értelembe véve, akár a mai szóhasználattal éve, mit jelent az, hogy elvégeztetett? Már erről többször tanítottak. Tessék? Valaminek vége van. Azt jelenti az elvégeztetett, hogy a számla ki van fizetve. Hogyha ö, ki, e te igénybe vettél egy szolgáltatást, és kaptál egy számlát, és még nem fizetted ki, rá van írva, hogy két héten belül fizest ki, akkor az a könyvelő előtt van, és ha te kifizetted, a könyvelő rájött egy pecsétre, hogy elvégeztetett, rendezve lett. Már nincs tartozás. És magyarán ő elrendezte, kifizette a mi bűneinket, az árat, és akkor menjünk bele abba, hogy mi volt a bűnnel a probléma. Az egyik rész, íjjátok fel, hogy szükségünk volt megváltásra, és szükségünk volt engesztelésre, Isten kellett kiengeszteni, tehát szükségünk volt engesztelő áldozatra is. Megváltásra szükségünk volt, hogy a sátán szolgaságából ki legyünk vásárolva. És szükségünk volt engesztelő áldozatra, hogy Isten az engesztelő áldozatra tekintve kibéküljön velünk a megváltás szó, menjünk a három Mózes 25-be. Még nem kell az ige. Még először más csináljunk. Mit csinált Ádám és Éva? Amikor evett a gyümölcsből? megszegte Isten parancsolatát, és követte az ördögnek a kijelentését. Azt mondja a Biblia, hogy aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. Ezt ki lehet keresni. Aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. Tehát, onnantól kezdve, hogy Ádám és Éva bűnt cselekedtek, a bűnnek a szolgája lettek, azaz sátánnak a szolgája lettek. Ezért mondja a 2 Mózes, nem, 2 Korintus 4, 3-as, 4-es verse, igen, itt van, nézzétek, János 84, aki bűncselekszik, szolgálja a bűnnek. És a másik helyen a 2 Korintus 4, 3-4-ben azt mondja, hogy e világ istene. Tehát úgy hívja a sátánt, hogy e, a 4-es verstől, e világ istene. Tehát, világosan látszik, hogy a teljes emberiség alá lett rendelve sátánnak. Na most, milyen alárendelésben lett ez egy, ez egy atyafiúi kapcsolat a sátánnal? Vagy kollegális kapcsolat a sátánnal? Nyilvánvalóan nem, rabszolga Az emberiség a sátán rabszolgája lett, és ha most megyünk tényleg a 3 Mózes 25-re, 3 Mózes 25, 47, 48. 3 Mózes 25, 47, 48. Azt mondja az ige, és ha a jövevény vagy zsellér vagyonra tesz szert melletted, itt a zsidóságról van szó, a te atyád fia pedig jászegényedik mellette. Tehát, ha egy külföldi, egy nem zsidó vagyonra tesz szert melletted, a zsidók földjén, Izrael földjén, és a te atyád fia, tehát a zsidó honfitársad elszegényedik mellette, és eladja magát a melletted levő jövevénynek, zsellérnek, vagy jövevény nemzetségéből való sarjadéknak, hogyan adja el magát szolgaságra? Ha eladja magát egy személy szolgaságba, mert akkor az adóssága, hogy már eladta a földjét, már napi nyolc órát ott dolgozott nála, már eladta a házát, és még mindig van tartozás, akkor önmagát tudta eladni, mint rabszolgát. Ma már ez nem megengedett, de régen igen. Mind a mellett is, hogy eladta magát, mit mond az igen? Mind a mellett is, hogy eladta magát, második sor, alulról a második sor vége, megváltható legyen. Akárki, mondjátok, akárki megválthassa azt, az ő atya fiai közül. Tehát a megváltás az egy régi, a törvényben is megtalálható kifejezés, amikor valaki megváltja, azaz kivásárolja a szolgaságból. Tehát itt nem másról volt szó, hogyha egy zsidó szolgává eladta magát, mert annyira eladósodott, akkor az ő zsidó rokona, aki rokona volt valamilyen módon, el kellett, hogy jöjjön, vagy legalábbis lehetősége volt, és igen erősen javasolt volt, hogy ezt megtegye, hogy eljöjjön, és kivásárolja azt a szemét a szolgaságból, vagyis kifizesse az árát. Megkérdezte, mennyivel tartozik az érokonom? És mondtak, hogy nem tudom, ennyivel. Akkor azt mondta, itt van, és most már nem a te rabszolgád. És ugyanezt csinálta, ezért kellett Jézus Krisztusnak emberré lennie, mert szoktuk mondani, hogy Jézus Krisztus százszerzék Isten, százszerzék ember. Ezért kellett Jézus Krisztusnak emberré lennie, nem, le, nem lehetett ő angyal, nem lehetett ő csak Isten, nem lehetett ő csak szellem, mert ő, ugye az atya ő szellem, de ő nem lehetett csak szellem, egy emberi testet kellett öltenie. Nem ölthetett angyali testet. Mert emberré kellett lennie ahhoz, hogy minden embernek az atya fia legyen. Tágabb értelemben, mindannyian egymás atyai fiai vagyunk, mert Ádámtól és Évától származunk test szerint, és a mennyei atyától szellem szerint. Ugyanígy Jézus Krisztus egyrészt zsidó volt, tehát a zsidóknak akár duplán mondva is az atya lett, de az egész emberiségnek a rokona és az, embert, az emberiség testvére lett azzal, hogy emberré lett. Így ő, mint rokon, ki tudta váltani az emberiséget a rabszolgaságból, és ez a megváltás. Ezért, amikor ő elment, amikor ő meghalt a kereszten, azt mondja az ige, igen, zsidó 9.12, zsidó 9.12, a zsidókhoz írt levél 9.12, itt mondja ezt Pálapostól, azt mondja, nem bakok és túlkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be, kicsoda, Jézus, Egyszer és mindenkorra a szentébe örök váltságot szerezve. Tehát, hogy hallottátok Isten pásztortól, a páska bárányt évről évre újra le kellett vágni. De Jézus Krisztusnak egyszer kellett megáldoztatnia, és a saját vérét bevinni a mennyei szentek szentjébe. És ő így váltságot szerzett, az a váltság szó, az a megváltás szó. Ez a megváltás. A megváltás egyébként azt jelenti, hogy váltságdíj kifizetése, kiváltás, megváltás. És ennek a jelentése, a gyöke, gyökere, kiköt, elold, megold, felold. A sátánnak a bilincsei, ha rajtad voltak, ő meglazította a bilincset. A sátának a póráza, ha rajtad volt, ő meglazította a pórázt. A sátánnak, ha az, a, az, a fejedet egy kalodába zárta, vagy a szemedet bekötözte, leoldotta. Ha volt egy paktumod, tudjátok mi az a paktum? Szövetség, kötés, egyesség. Volt egy egyesség Sátán és az emberiség között, hogy az emberiség Sátán szolgálja, mert azt hiszi, hogy Sátántól jön a bölcs vezetés. És ezt a paktumot megoldotta, feloldotta, elvágta az Úr és ilyen módon megszabadult, mint a teljes emberiség a sátán szolgasságából. Ezzel még nincs elrendezve a dolog. Miért nincs? Mert az Istennel való rész még nincs elrendezve. Isten úgy döntött, hogy a sátánt fenntartja a tűztavának. Miért? Mert fellázat ellene. Mert fellázadt ellene át akarta venni az ő helyét, és mindent elpusztítani, ami kedves a számára. Isten fenntartja a sátánt az örök ítéletre. Azért nem ítéli még el most, mert ebben az időszakban figyelnek az angyalok. Megnézik az emberiséget, és mi tanítjuk az angyalokat. Megnézik az angyalok, az úrangyalai és a sátánangyalai is. Mi, mi van azokkal az emberekkel, akik az urat követik? Merre megy az életük? És mi van azokkal az emberekkel, akik nem követik az urat? Merre megy az ő életük? És mikor ebből nyilvánvalóvá válik, hogy Isteni a jó út, és a másik a rossz út, akkor eljön az ideje a sátán ítéletének. Addig a sátán ilyen módon szabadon van eresztve. De ugyanakkor a sátánnak már megvan az ítélete, csak még nincs rajta végrehajtva. Na most megkérdezem, az ember miben találtatott bűnösnek? A sátán abban találtatott bűnösnek, hogy fellázadt Isten ellen. Az ember miben találtatott bűnösnek? Hogy fellázadt Isten ellen? Ha sátánt fenntartja az ítéletre az Úr, akkor minket is fenn kellett volna tartani. Isten nem mondhatja azt, jó, hát bocsika, Nem mondhatod azt Istennek, bocsika, jó, jó, ezt elnézem. Isten nem elnézi a bűneidet. A megbocsátás nem azt jelenti, jó van, most megbocsátó, de többet elő ne forduljon. Hanem mi történt? Valakinek el kellett vennie a büntetést, ami az, hogy a pokolba ment, azért, hogy te neveddel. el hogy az ember ne kerüljön a tűz tavába, pedig oda lenne való, mert Isten az embert meg akarja tartani, a sátán pedig el akarja veszíteni, ahhoz az embernek valaki ki kell, hogy fizesse az árat. Kellett jönnie egy embernek, aki nem aki ...nek megvan a kapcsolata Istennel, aki nem védkezett Isten ellen, azért, hogy a többi embert aki elszakadt Istentől és ítélet alatt van, kivásárolja az ítélet alól. Önmagát adja egy ember, aki nincs ítélet alatt, ítélet alá menjen, hogy azok, akik ítélet alatt vannak, kijöjjenek onnan. A probléma az volt, hogy egyetlen ilyen ember se volt. Mert minden ember Ádámtól és Évától származik, és majd látni fogjátok, hogy minden emberre elhat ez a bűn. Ezért kellett testé lennie Istennek, Azaz így lett Jézus Krisztus, aki Isten, ő emberi testet töltött, hogy ő bár nem védkezett és tökéletes kapcsolatban volt Istennel, meghalljon, és magára vegye a büntetést. Azt mondja a 2. Korintus 5, és mindjárt mondom, hogy hanyolik fes, 2 Korintus 5.21. 2 Korintus 5.21. Mert azt, Isten azt, aki bűnt nem ismert, ki volt az, aki bűnt nem ismert? Jézus. Isten Jézust bűnné tette értünk, hogy mi, mondjátok, hogy mi, Isten igazsága legyünk Jézusban. Ámen. Tehát Jézus Krisztust bűnné tette az Atya, hogy mi Isten igazsága legyünk Jézus Krisztusban. Egy János 2.2, János apostol első levele 2.2 mondja azt, ő engesztelő áldozat a mi védkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Tehát ezért a kettő ok miatt halt meg Jézus. Ő maga és magára vette a bűn. Mi a megoldás? A helyettesítő halál. Mi a megoldás, hogyan fogja megváltani a teljes emberiséget Isten, vagyis Jézus? Hogyan fogja kiengesztelni az Atyát irányunkba Jézus? Hogyan fog helyreállni nekünk az Atyával a kapcsolatunk, és hogyan fogunk kiszabadulni a sátán szolgassága alól? Azáltal, hogy ő helyettünk meghalt. Azáltal, hogy ő bűnéletértünk. És a Máté 12.40 mondja azt, A Máté 12.40 mondja azt, olvasok el együtt, mert amiképpen Jónás három éjjel és három nap volt a cethal gyomrában, azonképpen az embernek fia is három nap és három éjjel lesz a földgyomrában. Én ezt sokáig azt gondoltam, hogy hát persze, bedugták a sírkőbe, biztos az a föld gyomra. Ne. Az miért lenne a földgyomra? Mi a földgyomra? Mi a föld belseje, közepe? A pokol. Amiképpen Jónás három nap és három éjjel volt a cethagyomrában, azonképpen Jézus is három nap és három éjjel volt a pokolban. Jézus meghalt helyetted, és önmaga bement a sátán rabszolgájává lett három napra, hogy mi kiszabaduljunk, és ő önmaga azt mondta, büntes meg engem, atyám, hogy őket, akik méltóak lennek a büntetése, ne bűnhődjenek. És ilyen módon megváltott, kiváltott a sátán rabszolgaságából, kivásárolt az önmaga életét fizetett, mert nincs elég pénz, amivel egy emberi lelket meg lehet váltani. Nincs elég pénz, amivel egyetlen lelket ki lehetne vásárolni. És mi van ennyi, meg ennyi, meg ennyi milliárd élettel? Gondoljátok el, hogy 8 milliárd ember él most a Földön. Vagy 10 milliárd. És és mennyi élt 6000 éven keresztül? Hány milliárd ember? És egy embert nem lehet kivásárolni a világ összes vagyonával. Akkor hogyan lehetne a milliárd és milliárd és milliárd embert kivásárolni? Pénzzel sehogy. Ezért kellett, hogy valaki meghalljon életet az életért. És ugyanígy, mert mit adott az ember váltságba az ő saj, tulajdon lelkéért? Ha összeszeded az összes vagyonodat, és odaadod Istennek. Uram, méltó lennék a te tüzedre, de itt van az én összes pénzem. Fogadd el, és tekints el. Vagy bedobod a kájhába a pénzt, a lakásod tulajdoni lapját, a kocsi törzskönyvét. Uram, most én ezt elégettem a tűzbe, engem te ne égessél el a tűzbe. Életet az életért. Isten nem lehet egy alkúval megvezetni. És pontosan ezért, mert tudta, hogy életet az életért, de nem akarta, hogy te égél a tűzben, ezért valakinek mennie kellett. És így lett Jézus az. És képzeljétek el, ha belegondoltok, hogy Isten ellen védkeztünk. És nem máson jött a szabadulás, hanem attól, aki ellen védkeztünk. Gondolj bele! Mész az utcán, Találsz egy embert. Jól összevered és kifosztod. Aztán vád alá helyeznek. Az ítélet, életfogytiglan. Összeszámolod a pénzedet. Nincs elég pénzed, hogy kifizesd az óvadékot. Egyszer csak megjelenik a sértett, akit összevertél és kiraboltál. Azt mondja, Megkérdez a bíró. Az ítélet életfogytiglan. Bárkinek bármi az utolsó jogán, és emelkedik a sértett, akit összevert és kifosztotta. Uram, bíró úr, ne küldje őt a börtönbe. Itt van az én fiam. Menjen ő. Igaz, hogy ellenem védkezett, de menjen inkább az én fiam, aki önként megy. Bíró úr, az édesapámat bántották. De engem küldjön a börtönbe, ne őt. Amikor ezt felfogod, hogy Isten ellen védkeztél, és Isten fizette ki helyetted az óvadékot, akkor utána már nincs mit mondani. És szeretném megkérdezni, nagyszerű? meghalt Jézus, megváltott a sátán szolgaságából, és kiengesztelt Istennel szemben. Akkor mi történt? Levették rólam a bűnöket? Lelettem lettem mosva? És itt jön a csoda, hogy nem. Nem. Nem lettél -e mosva. Nem lettél le mosva. Nem hiszitek el? Akkor nézzétek meg a Róma 6 et Róma 6, 4. Eltemettettünk azért Krisztussal együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életbe járjunk. Nem levette rólad a bűnöket az Úr, hanem te meghaltál Jézussal együtt. Mikor Jézus ott volt a kereszten, a régi te, az óember ott volt a kereszten. Mikor Jézust eltemették, hogy finíte van, vége van a pályafutásának, az óembert eltemették. Nincs tovább, a könyve bepecsételve és lezárva, és senki nem fogja folytatni az óember történéseit. Apostolok cselekedetei vannak, nem óemberek cselekedetei a Bibliában. És ahogy Jézus Krisztus feltámasztatott, úgy te is feltámadtál, de már egy új ember. Azt mondja a Biblia, keressük ki, legyetek kedvesek, első szülött a halottak közül. És olvasom az igét, micsoda? Első szülött a halottak közül Jézus. Biztos nem olvasták az Ószövetséget az írók. Hát feltámad benne. Illés feltámasztott egy kisfiút, Elizeus kettőt, meg még ki tudja hány volt, most csak ennyi jutott eszembe. De még hány feltámadás volt az Ószövetségben? Biztos Másnaposan írták ezt a részt. Gondolkoztam, hogy van ez? És amikor ezt megértettem, az új teremtést, nagyon szépen köszönöm, Kolossi 1.18. Mikor ezt megértettem, ki a kezdet első szülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Micsoda első szülött a halottak közül, és arra gondoltam, első a halottak közül, aki feltámadt, és ez butaság, hát már más is támad fel. De rájöttem, nem, nem azt mondja, hogy elsőként támad fel. Mit mondott? Hanem első szülött a halottak közül, a halottak közül az első személy, aki született. Aki a halálból született meg. Mert meghalt egy Jézus. De egy új Jézus támad fel. És meghalt egy régi te, és egy új támad fel. 2016. július 12-én születtem újjá. És az az ember, akkor születtem meg. Az az ember, aki előtte védkezett, az nem én voltam. Ó, emlékszem dolgokra, hogy mit csináltam. Emlékeznek az emberek is, hogy mit csináltam. Ha védkeztem volna a magyar törvények ellen, akkor a magyar nyilvántartás is emlékezne rá, hogy mit csináltam. De a mennyei világban és a szellemvilágban nem így van, hanem egy új személyazonosságot kaptál. Képzeljétek el, beszéltem egy drága családdal, akik örökbe fogadtak egy gyermeket, és elmondták, hogy amikor örökbe fogadnak egy gyermeket, van különbség, amikor nevelőszülőknél van a gyerek, akinek az a feladata, hogy a kis, kisgyermekkorban az árvák nem kerülnek árvaházba. A nagyon pici gyerekek nem kerülhetnek árvaházba a magyar törvények szerint, hanem fizethet nevelő szülőkhöz kell kerülniük, akiknek fizetnek azért, hogy otthoni családias környezetben és nem egy intézetbe, növekszenek az árvák de ők még nem a végleges szülők, és egyébként úgy tudom, meg van tiltva, hogy úgy hívják őket, hogy apa és anya, nem lehet azt a gyereket úgy hívni, hogy fiam, lányom, amíg még csak nevelőszülő. És aztán vagy megy egy végleges szülőhöz, vagy a nevelőszülő is néha kérvényezheti, ha jól tudom, hogy ő legyen a végleges szülő. És amikor kijelölik a végleges szülőt, azt már nem nevelőszülőnek hívják, hanem szülőnek. És az, a, az anyakönyvi kivonatban az kerül rá. Ránézel az anyakönyvi kivonatra, és nincs nyoma, hogy ki volt a szülőanyja, és ki volt a nemző apja, hanem az van rajta, hogy ki most az apja és az anyja, aki örökbe fogadta. Tehát ennyire végleges, ha jól tudom, ennyire végleges, hogy eltüntetik a nyomát is, persze utána lehet járni, nem, nem ilyen módon titkos, de ezzel ki van fejezve, hogy ő XY-nak a gyereke. Már nem a régi. A régiről nem emlékeznek meg. És ugyanígy van Isten, nem emlékezik meg, és a te anyakönyvi kivonatodban nincs feljegyzés. Nem az van odaírva, hogy az én anyakönyvi kivonatomban, hogy született 1991. október 29-én, eltörölték a bűneit 2016. július 12-én, és ö, ö, ezeket és ezeket és ezeket csinálta, ezeket a bűnöket csinálta, de már át van húzva. Nem, hanem az ki van tépve. Nincsen meg. És mit jelent az, hogy megigazultunk? Róma 4.25 mondta azt, hogy feltámasztatott a mégazulásunkért. Tudjátok, itt akad el sok keresztjén? Itt akadnak el egy házak? Egyszer elment egy ismerősöm, egy kollégám elment egy uh, tradicionális egyháznak az egyik uh, rendezvényére, és ott volt egy fiatal ember, aki bizonyságot tett, hogy hát, uh, neki álmában megjelent Jézus, és azt mondta, hogy Jézus él, és hogy ez és az is az van akkor hallgatták, és jó, 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 jó köszönjük, köszönjük, drága testvér, gyere le a színpadról. Hát, mely, hát mi, miket beszélsz? Hát Jézus meghalt, ezt mindenki tudja. Hát igen, csak fel is támadt. Ezért ne nyavajogjál a keresztnél, mert a kereszt a kezdet. A kereszt az új életnek a kezdete, nem pedig a végállomás. Ha még mindig a keresztnél vagy, akkor te még mindig, még fel se szálltál a vonatra. Ott állsz. A kalauzán mondja, hogy már menne a vonat. Csűzs meg. Te meg ott állsz. Mert a csomagjaidat nem akarod ott hagyni. Mert nem tanítottak meg rá. Csomag nélkül van a felszállás. És nem akarod a rossz csomagokat ott és a jó csomagokat felvenni. Ott állsz. Ó, ott igen. Jézus meghalt. És tudjátok, ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mi az különbség a keresztény és a keresztény között? Ki tudja? Mi a különbség a keresztény

és tudjátok ki a keresztény? Itt a kereszt. Ez. Ez a keresztény. A kereszt... Bocsánat. A keresztjén pedig az, aki kis Krisztus. Semmi baj van, ha ezdig ezt csináltad. Nem gond, mert nem tudtad, nem akarlak megbántani senkit az égvilágon. A keresztjén az kis Krisztus. Írjátok be a Bibliába, lejárt az időm, írjátok be a Bibliába, hogy kereszt tény. Egyet se találtok. Írjátok be, hogy kereszt tény, és hat találatot fogtok találni, mert kikerestem. Azt jelenti, például az Abcsel 11.26-ban van megírva, a keresztény szó jelentő görögül, Christianos. Christian semmi köze nincs a kereszthez. A magyarban valahogy ez egybeesik. Semmi köze nincs a kereszthez, hanem Christianos, amiből a Krisztos az micsoda? Az a Krisztus. És mi a Krisztus? Mit jelent a Krisztus? Ki a Krisztus? Mi az, hogy Krisztus? Mit jelent? Tessék? Megváltó, szabadító, nem ezt jelenti. A Krisztus azt jelenti, hogy messiás, de mit jelent az, hogy messiás? Mert a Héber a messiás, a görög a Krisztus, és ez mit jelent? Felkent. Tehát te, ha Krisztiánosz vagy, akkor olyan vagy, mint a felkent vannak felkent emberek, de van a felkent. Ki a felkent? Jézus. Te olyan vagy, mint Jézus. Amikor azt mondják, hogy Krisztiánusz, akkor olyan, mint Jézus. Azért, mert úgy öltözködsz, mint Jézus, vagy megnövezted a hajadat, vagy átütteted a kezedet szögekkel, attól leszel olyan, mint Jézus? Nem. A természeted, és amikor azt mondjuk, hogy megigazult vagy, az azt jelenti, hogy te már nem egy bűnös ember vagy, hanem egy új ember vagy, szó szerint egy új ember, a régiek elmúltak, és imén újjá lett minden, és te, ahogy Jézus csodákat tett, képes vagy csodát tenni, ahogy Jézus halottakat támasztott, Te is képes vagy rá, ahogy Jézus szeretett és szerette azokat, akik megölték őt, úgy Te is tudod szeretni az ellenségeidet és ugyanúgy meg tudsz bocsátani, és ugyanolyan kapcsolatban tudsz lenni a mennyei atyával. Ezt jelenti a Krisztiánusz. Hogy ugyanabból a fajtából. Nézd már, megöltük a Krisztust, ott páska, páskakor meghalt, beraktuk a sírba, jó, hát azt hittük, hogy ellopták a tanítványok a tetemét, ugye? Nem feltámadt, azt hitték, hogy ellopták. Azt most itt van több száz. ha mit csináljak velük? Gondolkoztak a zsidók, mit csináljanak vele? Megöltek egyet, aztán megölték Jakabot is, erre már több száz van, eltelik néhány év, már több ezer. Mert megölték a magot, és a mag kikelt. Amen. A mag kikelt, és ha szeretnétek erről folytatást hallani, akkor gyertek el az új teremtés iskolára. A megigazulásról szóló tanításról. Mit jelent az, hogy feltámadtál, feltámadtad a megigazulásodért? Mit jelent az, amit a Róma 5.17 mond, hogy uralkodsz ahogy a halál uralkodott Ádám védke miatt, úgy Krisztus áldozata miatt te uralkodsz az életben. Mit jelent az, hogy uralkodni az életben? És miért nem, ez miért nem a mások elnyomásáról szól? Hogyan tudsz a saját korlátait fölé lépni, hogyan tudod felismerni az ellenség hazugságát, és hogyan tudsz belelépni a szolgálatodba, és hogyan fogsz kibontakozni, hogyan fog az életet helyreállni, és hogyan fogod azt látni, hogy a Bibliában le van írva, hogy A, és te, az te életedben is az lesz, hogy A, nem az lesz, hogy B, mert le van írva a Bibliában az áldás, és te más láttál helyette. Ha gyere el a Bibliaiskolára, ott ezekkel fogunk kibontani. Most ez volt a megváltás és az engesztelés, a bevezetés, és a megigazulástól startol a Bibliaiskola, és ezt bontjuk ki még jobban. Istennek a dicsőségére. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Minden dicsőség az Úré. Az Úr áldjon meg titeket. Szeretünk titeket. Kerest fel gyülekezetünket! Címünk Miskolc Nagyvártnyi utca 6. Telefonszámunk 0670-600-5577. E-mail címünk onlinekukacújszövetség.hu